Jó estét kívánok! Ez itt a Vendégjátékos legújabb epizódja, amelyben a vendég Mészáros Árpád Zsolt, színész, musical énekes, az Operett Színház sztárja, és nem mellesleg a Nemzeti Vágta, mondjuk úgy ismert futamának a bronzérmese, és ez azért fontos elem, mert ugye a lovaglás volt az a pont, ami kapcsán találkoztam ezzel a nagyon tehetséges úrral, Gulyáski Zoltánnal, kaszkadőrrel, kaszkadőr szakértővel, kétszeres Guinness rekorderrel, és még oly sok minden másra, de majd erre kitérünk a műsorban. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Nos, hát ugye ez egy nagyon érdekes találkozás volt, de majdnem mindig így történik az életben, hogy az embernek van valami feladata. Itt ugye jelen esetben, ha jól tudom, akkor egy színészi szerep, az a tenkes kapitányán belül, ami kapcsán meg kellett ismerkedned a lovaglással. Igen, nagyon szépen köszönöm, nagyon szép volt a titulus, amivel megillettél bennünket. Azt gondolom, hogy a Zoliról nagyon sok mindent el lehetne mondani, ez a fél óra kevés lenne arra, hogy az ő címeit és a rangjait. Nem tudtam végigolvasni az életrajzának minden egyes részét. Borzasztóan hosszú. Én azt gondolom, hogy egy színésznek az életében nagyon sok változat van. Tehát, hogy először, amikor elkezdi a pályáját, akkor megpróbálja az információkat magába szívni, megpróbál tanulni. És hát ahogy mondjuk jó pap holtig tanulni, azért nálunk még a 70-80-as éveiben járó színészek is tanulnak úgymond az adott időszakban a szerepről. Én amikor a balesetem után felkerültem Budapest és elkezdtem énekelgetni, az is egyfajta nyitás volt a színház, művészet, zenés színháza felé, tehát egy olyan fajta dolog volt, hogy megpróbáltam tágítani a tudás szintemet, hogy még szélesebb körben tudjak részt venni a színházban. Hát ez, ahogy megnyílik egy kapu, úgy megnyílik száza, hogy ezt szoktuk mondani, úgyhogy egyre nyíltak a kapuk. Először meg kellett tanulnom szolmizálni, ugye a szolfés, azok a dolgok, amik elmaradtak. És hát vannak ilyen extrém esetek. Sajnos még nem vagyok filmszínész, de remélem, hogy így a Zoli által majd nem azért mondom, hogy azért vagy meghívva, hogy hát, ha valahol beraksz, hogy már vedd már észre, hogy harmadik voltam a vágtán. Hanem, hogy én azt gondolom, hogy egy színésznek nagyon szükségeltetik, hogy szakosodjon mindenféle, tehát a vívástól kezdve a verekedésig, és olyanfajta alapkaszkadőr dolgokat meg kell csinálnunk színpadon, ami mondjuk 2-3 méterről nem mindegy, hogy ugrasz le, hogy esel. És mindig... sokszor egymás után, ugye, mert nem egyszer kell jól megcsinálni, hanem estéről estére, és nem szabad abban sem megsérülni. Megcsinálja a világrekordot, és onnantól kezdve hozzák a dublőrét a dublőnek. Szóval nagyon sok olyan dolog van, amit meg kell tanulni, ami látványban, ami hangulatfokozásban a néző érdekeit szolgálják. És természetesen az, hogyha ez a fajta mutatvány ez olyan, hogy egészségileg nem gátolja az ember életbe maradását, akkor erre azt mondják, hogy profi. Ezt a profizmus meg lehet tanulni, azt gondolom, szakemberektől. Itt az Oliba egy ilyen szakembert ismertem meg annak idején, amikor felkértek a tenkes kapitánya szerepére, akkor ez volt az első kérdés a Balikó Tamás részéről, hogy Ápi, tudsz-e lovagolni? Mondom, nem, de most már fogok. ezt hogy érted? Hát most, hogy felhívtál, akkor most keresek valakit, és akkor megtanulok lovagolni. És hát akkor így baráti kapcsolatok révén elkezdtem lovagolni. Hát egy elég komoly profira esett azért a választás. A Zoli ez később jött a képbe. Tehát Zolival a tenkes kapitány alatt egy-két olyan kaszkadőr barátjával és kollégájával kezdtem el a hát azért nem lehet egyből a Gulyás Kis Zoltán megkeresni, szóval ez egy nagy feladat van. Lenne. Na de azért valljuk meg, elég, tehát bőségesen lehetsz büszke, mint tanítványra, aki ilyen rövid idő alatt lejutott oda, hogy a Vágtán harmadik helyezést ért el, nem? Biztos, hogy valami több is volt ennél, mert ez barátsággal fejlődött ez a dolog, de tényleg tehetséges tanítványnak tűnt? Nagyon-nagyon. És nagyon komoly kihívás volt természetesen, nem csak lovagolnia kellett, és idézőjelben csak lovagolnia, hanem az, hogy gyönyörűen énekel, az egy dolog, de hát, hogy ebben a közegben néha nagyon nehéz körülmények között csúszós talajon, lejtős, vizes talajon, amikor bizony nagyon komoly volt, és nagyon veszélyes volt maga a feladat egyáltalán, maga a lovas feladat, és ezt a kettőt ötvözni tudta, és minden mellett tudott komoly művészi teljesítményt nyújtani. Szerintem ez nagyon... És a fokos nagy. Harc? Hát harcoltunk is. Bocsáss meg, a lényeget. Hát a stolt úgy állomágtam véletlenül az egyik próbát, hogy mondtam, hogy most 3 napig más, ezt nem nézzük meg, ezt a verekedést. Szóval én azt gondolom, ez sokkal összetettebb és sokkal komplexebb feladat, és ezáltal, hogy szakosodik mindenféle irányba, ugye a nagy szabadtéri színházak egyre nagyobb nézettséget kapnak, hála a jó Istennek, és egyre monumentálisabb dolgokba fogunk bele, így lovazás, szekerek, égés, mindenféle őrület. Azt gondolom, hogy ezt is olyan módon és olyan szakértelemmel kell megtanulni,
hogy, és olyan embertől, aki ebbe a legjobb. Én azt gondolom, hogy a Zoli ebben a legjobb. Tehát tőle, amit tanulunk, tehát hogyha csak a negyedét megtanulom azt, amit ő tud, akkor már középszinten akkor vagyok a srácok között, tehát akkor már ott vagyok. No, hát és ennyi a lényeg. De Zoli, egyébként azért neked is ez a szakosodás, ez tehát nem is azt mondom, hogy egy kényszerválasztás, de nyilvánvalóan ez egy területe annak, amit te így az életedben mondjuk fizikai aktivitásként csináltam. Hát azért a sportolói mód is nagyon komoly dolog volt, amiben nyilván a lovasport volt az egyik legkiemelkedőbb, de vízilabdáztál, mi mindent csináltál még? Igen, igazából hát mai napig ez természetes, mert egy kiegészítő tevékenység, illetve abból merítünk mi is tudást gyakorlatilag. Az ős, a történelemben gyakorlatilag az öttusások látták el igazából ezt a kaszkadőr feladatot, nem véletlenül, hát, hiszen öt ágban tudtak jeleskedni. Pontosan, és aztán picit elkezdtek szakosodni, amikor picit több lehetőség volt megmutatni a tudását valakinek, akkor elkezdett speciálisan csak lovas szakterületre, motoros autós, illetve gyalogos szakterületre építkezni, és abban megmutatni a jobbik oldalát. Én nekem állistánk megadatott, hogy minden így szakterülethez valamilyen szinten hozzá tudok szólni. A lovaglás volt a legelső egyébként. 1977-ben a 80-20 című filmben szerepeltem legelőször, ahol lovagolnom kellett egy hatalmas nagy bajusszal, és fogalmam nincs, hogy hol vagyok a vásznon, de emlékszem, hogy ott voltam, és öcsi jobbról balra vágta ezzel. Ez volt a feladat, tehát ez a kaszkadőr szerep olyan szinten volt az, hogy kaszkadőr gázsit kaptam, de akkor még csak ilyen kis hátulgombolós. És srác voltam, és örültem, hogy egyáltalán oda kerültem. Tehát közelébe kerültél a filmvilágnak végül is. Így van. Ennek előtte volt egyébként egy vízilabdás múlt, ami a vízbiztonságot azt nagyban elősegíti. Gondolom, hogy ebben az életformában sem nélkülözhető ez, mert bizonyára sokszor kellett leugrani már sokszor, nagy magasságból. Igazából egy-két híd, amit még nem avattam föl ilyen szinten, egyszerűen csak azért, mert látvány szinten nem így lettem meg az operatőröket, bocsánat, de a többit azt mind föladattam, a Lánymányosi hídtól egészen a K-hídig. És melyik íról a legjobb leugrani a Dunába? Hát a Lánymányosi hídról akkor ugrottam, amikor még nem volt kész, igazából két elemet még nem raktak be. Onnan végig haladva tulajdonképpen minden hídat fölavattam, talán a legjobb, legkényelmesebb a Szabadsághíd, az a legkisebb és az a legszebb egyébként. Aha. Magasságból, turulról ugrasz? Nem, lentről. Hát azért azt mondjuk, hát ott turul. Lentről, a turul az már egy olyan magasság igazából, egy olyan 40 métert. Ezt akartam mondani, hogy... műugrók, én műugrottam is, ráadásul versenyt is nyertem, de amatőr szinten egyébként. Kicsit műugrottam, és amatőr szinten nyertem is versenyeket, tehát a profikkal nem tudtam fölvenni a versenyt, ez a spicc, ez valahogy úgy nem jött. Igen, azt ismerem, az egy hosszas mutatvány, amíg az ember beteri a spiccet. Igen, tehát ez valahogy nem, egy kicsit olyan kaszkadőrösen, meg voltak a fordulatok, a mozdulatok, de visszatérve a vízbeugrásba, ha jól tudom, azért az egyik komoly sérülésed is pont egy ilyennek köszönhető, ugye? És 22 méteres távról kellett beugranod, azért az elég. Hát gondoljunk be, hogy a torony 10 méter. Az egy 10-es a torony, igen. Tehát én, mikor ott egyszer-kétszer fölmásztam, tehát tényleg, mintha az ember egy zsebkendőre nézne le, úgy néz ki maga az úszótér, vagy a medence. Igen, és ez egyrészt több mint kétszerese volt, ráadásul a műugrok pont ezért lágyítják a vizet a víz melegségével gyakorlatilag, plusz még habot is szoktak alá fújni, tehát légbuborékot, hogy az ember elhibázza, ne legyen nagy probléma. És itt jelen esetben nekem 4 fokos volt a víz, amit fizikából tanulva az a legkeményen nyert gyakorlatilag. És én voltam teljesen a hibás a történetben, tehát senkit nem tudok okolni, miatt rosszul érkeztem a vízbe, hanyatt. És hát ebből a 20 méteres magasságból gyakorlatilag majd, hogy nem betonszintű ez az ütközés. Ott eltört 2 nyaki csigolyám, és ez 97. november 1-én volt, amikor beszélgettünk. Akkor nekem is akkor volt a daganat problémám, úgyhogy azért a jó Isten összehozta a két embert. Nem volt ez véletlen. Hát Árpi, azért a te életedben is azért volt egy ilyen nagy ugrás. Ugye és pont sokkal jobban hallgattál most az Zolinak a történetét. Mint kiderült, ugye ráadásul időben egy időszakra esett ez furcsa módon, hogy azért az élet produkál ilyen nem véletleneket, méghozzá nem akármilyen történet. Gondolom, hogy ezt megoszthatjuk a nagy érdemében. Kaszkadőr mutatvány volt ez is. Igen, ez is egy kaszkadőr mutatvány volt. Hát, pláne amilyen életet azóta élsz. Szóval én soha nem féltem attól, attól hogy ugrani kell, vagy biciklivel nagyon gyorsan. Apukám autószerelő mester volt, rally versenyző volt, 79-ben abszolút magyar bajnok volt a rallyba. Én 14 évesen már autót vezettem, szereltem, szóval minden ebben volt, szerelőműhelyben nőttem fel. Tehát mindenféle őrületet magunknak csináltuk, a motorokat, meg minden, csak hát akkor még nem volt ilyen technika. De utána letiltottak erről, édesapámnak volt egy nagy balesetet. Szóval nagyon sok őrületben benne voltam én is, és hát Nyíregyházán volt egy előadás, aminek én voltam a főszereplője.
közben a házasságom, az akkori házasságom megromlott, egy táncos lányjal szimpatizáltam, ezt megtudta a vele együtt élő 4 éve tartó kapcsolat, tartó férfi tagja, és hát úgy döntött, hogy a fináléba a főszereplőt azt megdorgálja, úgyhogy egy ilyen hajlított könyökütéssel melbevágott engem, a földre kerültem, beszorult a levegő, és az volt a koreográfia elem, hogy 4-en megfognak, 4 táncos, kivisznek a zenekari állók szélére, ez egy szabadtéri színpad volt, és a zenekari állók felett 3-at így forgatnak, és akkor én tartok ott egy hangot, ott visítok egyet, és akkor elengednek, és akkor homorítok le, egy ilyen 3 méter volt egy szivacs, amire, hogyha normálisan, akkor tudok tompítani. Csak mivel engem a Krisztián ledobott a földre, beszorult a levegő, amikor dobtak, ott nem volt se visítás, semmi, a levegőt alig kaptam, úgy, ahogy volt, leestem. És mivel nekünk itt van a mikroportunk, amiben szoktunk beszélni, amiben most is beszélünk, a színházban annak van egy körülbelül mint 2-szer akkor, mint egy telefon, hát főleg abban az időben, 90-ben akkor még nagyon nagy volt, és ez volt a gerince, vagy a derekamra kötözve, és ez a lengőbordámat beszúrta, megszúrta a vesémet, a vesém bevérzett, másnap elmentem az orvoshoz, és mondták, hogy de akkor ilyen voltam, mert akkor jártam boxolni, meg akkor, szóval akkor sportember voltam, abszolút, tehát azt mondtam, hogy nekem sem, mert biztos, hogy vesekövem. Anyukám is azt mondta, hogy biztos a nagy ütéstől, mert tiszta fekete volt a hátam. Hát onnantól kezdve 2 napig én csak úgy jártam, még nem mentem el az orvoshoz, hogy pólónék, hogy azért lássák, hogy milyen kaszkadőr vagyok. Tehát akkor is bennem volt már a persze, hogy hát azért megcsináltam észáros, vagy nem, mit az végig. Na és akkor kiderült, akkor szembesültem a tényel, hogy van egy 6,5 centis rossz indulatú daganat a bal vesémben, amit azonnal el kell távolítani. Ugye 22 éves... Ez meg is derült volna, hogyha nincs ez a baleset? Hogyha nincsen a Jeanette, ugye? Azért a szerencsefaktor, mint olyan. Igen, tehát nekem is megvolt a szerencsefaktor, és akkor 10 napra rá megműtöttek, akkor már 10 centis volt a daganat. Akkor ezek szerint, ugye elgondolom, akkor kikapták rögtön azt a bizonyos bal vesét. Igen. És utána azért az emberek jó részén akkor hátra szokott hőkölni, hogy akkor most én mit csinálok én magammal, hogy élek-e majd innentől kezdve egy rokkannyugdíjas életet, vagy mi lesz velem, hogy ezt értem, most... rokkannyugdíjas voltam. Rokkannyugdíjas de hát voltam. Most a mostani életformád nem azt mutatja, hogy ébe beletörődtél. Nem, hát igazából azt mondtam, hogy akkor jó, ti ezt mondjátok fentről, én más mondok lentről, nekem is van egy életem, én is akarok még kézen fogva járni boldogan gyereket, tehát minden ilyenkor az jön. Nagyon haragudtam a Jóistenre és az egész világra, ez nyilván megfordult bennem egy idő után, rájöttem, hogy a Jóisten ezt magamba kell keresni, és magamra kell haragudni az addigi életem. Tehát minden, valamilyen szinten ezt le tudtam tisztázni. Utána úgy vettem észre azt, hogy elmúlt a betegségem, hogy egyszer csak kaptam egy levelet, egy hivatalos levelet, hogy ma mai naptól megszüntetjük a rokkannyugdíjas utazási igazolványt, ami nekem nagyon jó volt, mert 90%-on utazattam. Mindig abban a feladatkörben ténykedsz, amikor